Én erre szeretnék reagálni, mert az első párbajon, amikor mentetek, olyan indokkal küldtétek ki a Dorcit, hogy neki van a legkevésbé kedve a játékhoz, úgyhogy beteg volt. Másrészt pedig utána elhangzott, hogy a Hanna kijelentette, hogy fél a Grétitől, és ezért megkért téged, hogy küldje be a Dorcit. És szerintem, ha nincs kedved a játékhoz, akkor ez egy nagyon gyenge húzás, hogy megkéred a legerősebb statisztikájút, hogy küldje be az éppen beteg csapattársadat párbajozni ellened. Ezek után nekem nincs olyan opció, ami ez megmagyarázható. Akkor még nem volt ugye ilyenről szó, hogy nem akar, tehát ugye nekem nyilván az volt a szempont, hogy játékban tartsam. Két másik ember között lehetett választani, és nekem az orvos azt mondta, hogy a Dorcinak semmi baja, mehet párbajozni. De azzal indokoltad, tehát, hogy mert ő akar legkevésbé itt lenni, de neki nem de hiányozhat hát a szerelme, nem hiányozhat a családja, csak a Hannát értsük meg, hogy neki nincs kedve itt lenni. De nekem a Hanna nem azt mondta, hogy nincs kedve itt lenni. Tehát én azt szerint cselekedtem, ami akkor volt, ami nem a mostani szituáció. Igen, az volt, hogy egy beteg embert küldt egy egészséges. Tehát ezt azért maradjunk annyiba, hogy aki az orvos szerint nem beteg, és szerintem sem volt beteg. Nem tudom, hogy az volt-e, de én szerintem nem volt az. És nézd körbe, és pontosan tudod, hogy mennyire volt. Pontosan tudod, hogy a medáljátékon ott aludt mellett. Rajtad kívül 9 ember nézte végig, hogy 3 napon keresztül fekszik az ágyban. Ez egy óriás kapu. Akkor tört el a mécses, amikor a párbajom szóba került. Bennem most tudatosult ez az egész, hogy a Hanna kérte meg Dorkát, hogy engem küldjön ki párbajozni, mert engem tud a legkönnyebben megverni. Én nem csinálnék ilyet soha, de volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy én nem vagyok hajlandó már ebben részt venni, akkor ki is jöttem. Nyilván Zalánék visszahívtak, kijöttek utánam, ez nagyon jól esett. Nem bírtam már tovább tűrni, nekem ez övön aluli volt, ami ott ment bent. Van ilyen alapszabály a vita kultúrában, hogy a múltban történteket nem hánytorgatjuk fel. Miért nem jelentkeztetek akkor, hogy hé, fej, te kiküldesz egy beteg embert, míg én egyébként a döntésemet megbeszéltem az összes érintett lánnyal. Rajtam kívül az összes lánnyal beszélgettél. Az összessel a párbajról. Hát de tök egyértelmű, hát a Katát ismerem ezer éve, a Gréti meg a legjobb statisztikájuk, mi te maradtál? Innentől kezdve én nem fogok a Katával kimenni párbajozni, amikor az egyik barátnőm itt a játékban, aztán meg küldjék ki, a másik barátnőm küldjék ki. Vedd már észre, a Gréti van itt, mit aki a legjobb észre? Játékos. Elé, álljunk elé, meg, elé, meg, álljunk elé, meg. Elé. Gréti, beteg volt? Hát betegnek beteg volt. Beteg volt Bálint? Geri, beteg volt? Egyértelmű. Kata, beteg volt? És azt is mondod, hogy haza akar. Beteg volt? Beteg volt a Dorci? Jó. Én... Akkor szerinted nem beteg. Jó, nem kell válaszolni a kérdésre. Álljatok már meg! Tudod mi az, hogy betegség? Azt. Bocs, de ez nekem nincs gyomrom. Elért a beszélgetés egy olyan pontra Dorci és a lánya között, amit már nem tudtam tolerálni. Az egy dolog, hogy nem ismerik el azt, ami történt, hogy Dorci beteg volt, de hogy az, amilyen stílusban, meg ahogy ők még tolták Dorcinak, azt nem csak, hogy én, de körbenéztem, és a társaim is elfogadhatatlannak tartották, és úgy éreztem, hogy muszáj felemelnem a hangomat, mert iszonyatosan gáz.